2019-ben indult el a vállalkozókat segítő gazdasági rendezvénysorozat. A program során idén több nagyvárosba, így Nyíregyházára is ellátogattak az Információs és Technológiai Minisztérium képviselői. György László államtitkár a Kamara székházában tartott eseményen elmondta, azt tapasztalják, hogy nagyon sok vállalkozót sikerült elérni a válság alatt meghirdetett úgynevezett magyar high-tech és zöld technológia választó támogatási programokkal, és az idei KKV stratégiának is több célja van. Három célunk van. Az első, hogy az elkövetkezendő másfél évben legalább annyi vállalkozást érjünk el, mint amennyit a fejlesztéspolitika az elmúlt 30 évben a rendszerváltoztatás óta 15 éves ciklusokban ért el. Tehát arányaiban 10-szer annyi vállalkozást szeretnénk elérni. Ebben segítenek nekünk az új programok, ilyen a technológiaváltó program és a Magyar Falu Vállalkozási Újraindítási Program. Ezekkel a programokkal közel 15 ezer vállalkozást fogunk tudni elérni az előttünk álló időszakban. A másik célunk az az, hogy a nagy növekedésű vállalkozásokat megsegítsük. Erről szól a Magyar Multi programunk, valamint a Zöld Nemzeti Bajnokok programunk. A Zöld Nemzeti Bajnokokat külön kiemeltük, mert egy olyan piacról beszélünk, az energiahatékonyság, a zöld gazdaságba fektetés, a hulladékok újrahasznosítása és nyersanyaggá alakítása, amely nagyon dinamikusan bővül. És hogyha valaki ezen a piacon időben épít fel kapacitásokat, akkor bizony azzal kanyarban tudunk előzni. Az államtitkár kiemelte, fontos a Magyar Multi program is. Más országok 50-120 évet dolgoztak azon, hogy a maguk multiait fölépítsék, mindeközben nekünk, magyaroknak pedig megtört a gazdaságtörténetünk. Keressük a jövő Weiss Manfredjait, a jövő Goldberger Ferenceit, akik együtt lélegeztek a munkavállalóikkal, hatalmas nagy multikat hoztak létre Magyarországon. Tehát olyan magyar vállalkozókat keresünk a Magyar Multi programban, akik otthonuknak tekintik hazánkat, vagy szűkebb hazájukat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, akik számára érték másoknak munkát adni, és akik számára érték részt venni a térségük felvirágoztatásában, és nem mindig csak pénzügyi szempontok alapján hozzák a döntéseiket, hanem a szívük is benne van a döntéseikben. Úgyhogy erről szól a Magyar Multi programunk. Az új vállalkozásokat segítő információs portál, a vali.hu eligazít a kedvezményes hitelek, támogatások és képzések között. A kamara elnöke elmondta, segítenek a vállalkozóknak, ha elakadnának a felhasználás során. Azt szeretném mondani itt minden vállalkozónak, ha valahol megakad, a kamarába kialakítunk egy olyan termet, ahol a munkatársak segítenek, rá tud menni, meg tudja nézni, és ennek alapján tehát meggyőződhet arról, hogy van-e lehetősége pályázatni és hogyan. Tehát maximális segítséget adunk helyben is, tehát az a kérdés, biztonsággal jöjjenek hozzánk. A gazdasági fórumon a kis- és középvállalkozók tapasztalatait, véleményét gyűjtötték össze egy szakmai beszélgetés keretében. Emellett a 2021-27-es Európai Uniós pályázatokat és a megújult vállalkozási rendszert is bemutatták a rendezvényen.